A sokszor egész pályás letámadás sikeres alkalmazása ezúttal is hozzájárult az ellenfél, nevezetesen az élcsapattá vált Kisvárda játékának elrontásához, a labdabirtoklási fölény biztosításához a PFC számára. Mindez mondhatjuk szükséges, de nem elégséges feltétele annak, hogy Bognár György csapata mindig begyűjtse a pontokat. Az is kell, hogy a góllövésre kínálkozó lehetőségeket kihasználják az zöldfehérek, és az ebből a taktikából adódóan gyakorta előforduló létszám hiányos visszavédekezést is kapott gólok nélkül ússza meg a csapat. Az egy-két kivétellel csupán külföldiekkel pályára lépő szabolcsiak ellen megbízható kapus teljesítményt is felvonultatva, az utóbbit megoldották kitűnően a paksiak. Így tudtak nyerni magabiztosan 3-0 egy masszív, remekül kontrázó csapat ellen. Volt öröm, közös kis ünneplés emiatt az öltözőben a meccs után, amelyből a PFC középpályás játékmesterének az újból remek szabadrugás gólt lőtt, és emellett még egy gólpaszt is adó, tucatnyi ígéretes támadást elindító Bognár Istvánnak, a paksi edző kisebbik fiának bőven volt része ebben. Fontos volt, hogy a szünetre kettőjön be, nyilván ez veszélyes is, mert bele lehet aludni a mérkőzésbe, de szerencsére nem így jöttünk el második fél időben, nem így történt. Én koncentráltam nagyon a szabadrugásra, azt a szöget nagyon szeretem, talán onnan rúgom a legjobban, úgyhogy örülök, hogy sikerült megint betalálnom. Általában azért tudja a játékos, hogy honnan, hogy fogja rúgni, tehát nyilván amikor befolyják a szabadrugást, akkor nagyjából azt már tudja fejbe, hogy itt hogy nyilván sok múlik azon is, hogy hova áll a kapus, akár a helyére visszarúgni, de igazából most jó döntést hoztam. Kapusok készülnek belőle, hogy hova szoktad rúgni? Kapuba. Viccelek. Nyilván pontrugásokat szokták elemezni, akár 11-es, akár szabadrugások. Igazából, hogyha valaki jól rúgja a 11-estől közeli szabadrugásokat, akkor azt nagyon nehéz védeni, sőt nem lehet. Úgyhogy talán az ilyen 20-on belüli szabadrugásoknál igazából a játékoson múlik, hogy mennyire tudod a koncentrálni, meg kivitelezni a lövést. Ami az együttes csapatvédekezését illeti, az a mai paksi FC-nél roppant fontos, nos, ami az ebből ráeső feladatot illeti, nos, a Kisbogez Besze névre hallgató futballista nem volt magával, és úgy általában a csapat első félidei teljesítményével ezen a télen elégedett. Kevés ütközés volt szerintem, ennél több kell részemről, úgyhogy ez nem volt rendben szerintem, úgyhogy nagyon fontos meccs lesz a jövő heti. Egy jövő heti győzelemben nagyon eltávolodnánk hátulról, és tudnánk előre is lépni, úgyhogy szerintem, ha erre a meccsre azt mondtuk, hogy ez eldönti, hogy föl-le, akkor a jövő heti még inkább. Ekkor a 12-es mezőny második felébe tartozó, a kieséstől fenyegetett Újpest lesz, szintén hazai környezetben, az ismét 5. helyen álló, a 3. MOL Fehérvára is már veszélyes Paksi FC ellenfele.